fejleszték fel a környéket, akkor épültek az első éttermek, szállodák. Rudi szinte minden nyáron itt volt a családjával, és hozta magával az írókat, költőket, és Bencsik cigányprímásnak a zenéjére nagyon szerettek ott mulatni és kártyázni. Blaha Lúza is visszatérő vendég volt, például amikor a Piros Bugyelláris című darabot játszotta, ma pedig az Európa hírű állatpark vonza ide a legtöbb utazót. Siempre ha sido la alegría de mi A rovat támogatója az itthon.tv. Utazási tippek sok videóval. Máshogy fújják a tülköt Somogyban és máshogy a Hortobágyon. Ezt is elárulták nekünk a nagy észak-alföldi fesztiválnyitón, a Szent György napi kihajtáson. És hogy mennyi bírta tud átmenni egyszerre a kilencsíkú hídon, és hogy mit csinál egy kártoló, az kiderül a Hortobágyon. A szája tiszta fagyló, nem baj. Fagyizó juhászok, napszemüveges, műtáncos lányok. Ünneplőbe öltöztette a tavasz a Hortobágyot. Így aztán ideje a birkákat kiterelni, mert ahogy a juhászok mondják, végre a jószágot terített asztal várja. Ilyenkor egy kicsit örül a lelkünk, hogy már kijöhetünk legeltetni, pásztorítani a nyájat. Vége van a télnek. A betelelt jószágok régen is, amikor még a falukba teleltek, ilyenkor a leellettek, levált alólok a tehén, a bornyú, és megnyírták a juhokat, és utána kiterelték őket a legelőre, és idekint őszig megerősödtek. Most pedig kezdődhet a dínomdánom, és egy jó tülök nem hiányozhat egy hortobágyi buliból sem. Nem is olyan egyszerű megfújni, de gyakorlat teszi a mestert. El kell menni kondásnak, kihajtolnak, és akkor reggelente ugye a kisbojtár, az fújta végig az utcán. A dallamhoz tartozik szöveg is, de állítólag olyan pikáns, hogy csak a finomabb verzióját hallhattuk. Hogy is van ez a nóra, hogy hajtsd ki kis hiány, a kocsát, hadd fogjam meg, a szoknyád, a szoknyád az lehet helyettesíteni, az nem így mondták valamikor a legények. A megnyílt birkáról a gyapjú ugye lekerül, azt kimossák, és kimosáskor ilyen fürtökben van a gyapjú, most ezeket a fürtököt fésülik ki úgy, hogy tovább feldolgozásra teszi alkalmassá. Ez a misztikus dolog nem más, mint a kártolás. Így lesz pihe-puha a gyapjú. Be lehessen venni azt is. Ez itt a kalandjárat. 8 kiló és báránybőrből van. Nos, kedves nézőúti társam, mi is az? Hát persze, hogy a suba. 20 fokig még én kimernék feküdni a hó tetejére is. Csikós kalap és juhász kalap. Itt bizony a méret a lényeg. A csikósé nagyobb, a juhászé kisebb. Egy rendes darab merinói gyapjúból több mint 10 órán keresztül készül. Pásztorembernek a napernyője, meg az esernyője. A pásztoroknak kell egy bot is, somfából, ahogy illik. Ki ezt nem tudja, hogy ez mire való, birkákat ezzel fogják meg. A juhásznak a suba és a kalap mellett bizony asszony is kellett. Asszonynak magányosan járni a pusztában azonban nem volt illendő dolog. Ha viszont tűvel és szérnával indult útnak, akkor kétség sem férhetett a becsületéhez, hiszen csak varni ment a juhászokhoz. Lövés! Ez az! Vesz mellé? Na, hogy szívesen odaállnak a lányok a hortobágyi legény mellé fényképezkedni. Aki lemaradt, pótolhatja még, hiszen a 2010-es fesztiválok évében itt az Észak-Alföldön sorjáznak a programok. Legközelebb május 22-től éppen itt a pásztorok ünnepén és a hortobágyi lovasnapokon. Akkor a juhászok kedvenceit is megkóstolhatjuk. Itt a Hortobágyon feltétlenül meg kell kóstolni a slambucot, azt a bizonyos pásztorételt, amit bográcsban főznek, és hát tészta és krumpli az alapanyaga.
Június közepén pedig Debrecen főterén ismét pulykanapok lesznek, ahova amatőr szakácsokat várnak sütőfőző versenyre. Olyan fürdő a környéken pedig, ahol júniusban ne tartanának Strandfesztivált, nincs is. Egy jó tanács, ha ott vagyunk a fesztiválokon, ne felejtsünk el pecsétet kérni a fesztivál levelünkbe. Amennyiben a pecséteket összegyűjtik a kedves látogatók, a kedves fesztivál látogatók, akkor egyrészt nyereményjátékon vesznek részt, másrészt pedig ehhez az akcióhoz csatlakozott szálláshelyek, jelentős kedvezményeket adnak. Fényképezőgépeket elő és kalandra fel. Itt az idő, hogy már aki teheti, megnövesse a bajuszát, juhászkalapot húzzon és ellovagoljon egészen a Hortobágyig. A rovat támogatója az itthon.tv. Utazási tippek sok videóval. Ahova most utazunk, meglepő hely, hiszen grönlandi jégtáblák úsznak a Ganges partján. És hogy hogyan lehet szörfözni tenger nélkül? Hajdú Szoboszló! Hadd ide szüngít, amikor a gyerekek össze nem dőlnek. Sisak nélkül nincs belépés. Persze ez csak erre a medencére vonatkozik, ahol a bátraki a szerencse, meg az egyensúlyérzék. A hullámlovagok deszkapatája alatt 10 km/h sebességgel suhan a víz. Tehát ez a, látható mögöttünk, ez a második fokozat, negyedik fokozat, kétszer ilyen gyors, magasabb hullám, gyorsabb víz, és az már igazán haladóknak való, tehát az már abszolút nem egyszerű. Kötélel sem. Kötél a kézbe, láb a deszkára. Nincs titok, egyszerűen csak érezni kell. Hát nagy segítség a kötél. Amikor elveszteni az ember az egyensúlyát, akkor egy pillanat, hogy meghúzod, akkor fel tudod magad egyenesíteni. És ha nem lenne, akkor több bukás lenne biztos. Mondom, hogy ülök le amatőröknek, akik még életükben csak tévén valahogy képpen láttak a deszkát. Nyugalmasabb vizekre elvezünk. Pezseg a fürdő, no meg a pezsgő. Tamás meglepte Enikőt. Igazából én erről nem tudtam, születésnapom van, és Tamás meglepett ezzel, hogy idehozott erre a helyre. Örömsikítások, víziló és delfin, a gyerek szinten. Ez a szakállas úriember itt a falon szerezte fel majd 90 évvel ezelőtt a hajdúszoboszlói gyógyvíz forrását. A medencék a gyógyfürdőzés hajnalán nem úgy néztek ki, mint manapság. Egyszerűen vájtak egy lyukat a földbe, abba engedtek forró gyógyító vizet, és az emberek gyakorlatilag a sárban tapicskoltak. Fövenyfürdőknek hívták őket. Utazunk, időben és térben, a trópusok után az ókori Róma mozaikjai közé. Most vagyunk felfedező körúton, minden részt kipróbálunk, megnézünk. Minden medencének van egy külső egyedi dizájnja, a tervező úgy álmodta meg, hogy mindegyiknek legyen egy-egy üzenete, egy sugallata, egy külső kialakítása. A 20 medence kitesz néhány focipályát, bugybarékolunk víz felett vagy akár alatta. Aki pedig Indiába indul, a Ganges partján találja magát. Az indiai hívők szerint a megmerítkezés megtisztít a bűnöktől. A hajdúszoboszlói medence lehet, hogy nem oldoz fel, de az újjászületés garantálsz. És most a játék. Hogy hívják a Hortobágy leghíresebb hídját? A válaszokat várjuk a kalandjarat@tv2.hu-ra. A hónap nyereménye. Nyerjen egy családi belépőt a Nyíregyházi Állatpark zöld piramisába és óceánáriumába. Egy Danubius Wellness hétvégét a nyári csobbanás jegyében Hévízre, Bükkfürdőre vagy Sárvárra.
És most búcsúzunk a nap érdekességével. Tudta-e, hogy Bessenyei György, felvilágosodáskori író, aki a Nyírségben született, testőr is volt méghozzá, nem is akárkié, hanem Mária Teréziájé. Pedig így van, mi találkozunk legközelebb egy hét múlva, addig is, viszlát! Nézd meg egzotikus sí és magyar utazásainkat a www.tv2.hu kalandjárat videóin, mert itthon utazni jó! Ez itt a kalandjárat! A műsor partnere a Magyar Turizmus ZRT. Élmény veled! Köszönjük a helyszínt a nyíregyházi Lugas Hotel és étteremnek! Maxima. Tartalmas, tudatos, trendy.